Itt ülök. De anya, járom már az egész szobámat kitakarította. Tovább képezik. Kicsim, megfejtre az asztalt? Szólj inkább apának, ő biztosan ráért. Nekem sokat kell tanulnom. Folyamatosan nyomogatja a villanyképet. Pisti, miért nézzük a szomszomban? Ez egy 15 fos. Jártunk Jurassic Parkosat? Hagyd békén, nem érek rá. Ülj a szobámból. Peti, szomorúan kimegy a szobából. Pisti, van kedve csapkozni? Ott volt meg ki a csapkozni. Utálom a csapkozni. Olyan unalmas. Gyere, kukoricsú szalagot, mint régen. A csapkozni nem lesz ki a csapkozni. Nagyik, nem vagyok már gondolám. Manapság nem lenni a csapkozni. Kinevetni meg benne. A nagymama a szomorúan elhagyja a fejét. Észrevettétek, milyen kezelhetetlen lett mostanában? Nem segít a házi munkában. Minden gyermek égen vár, az álom elkerül.
csak maguktól a parkba. Egyszer csak hang, igazgal egy figyelmet. Mi ez a hang? Ki sírdogál? Kérdezi meg szeppenve, ám senki sem válaszol. Ekkor oda megy a bokorhoz, korábbalgatózik, s végül a bokor halad, megpillant egy nyusit. Miért sírsz? Szólítja meg a kis nyulat kedvesen. Talán fájdalmat megvetek a nyusit. A testvérkérnök nagyon fájdalmat, valami történhetett vele. Igen, nagyon fájdalmat, nem tudok ráblázni. Már régóta itt fekszem. Az anyukánk már biztosan nagyon aggódik miattunk. A tapsi füles tovább sírdogál. Hadd nézzem meg, kicsi tapsi, mutasd a lábacskát. A kisfiú gyengéden a kezébe fogta a nyuszi tappancsát, és meglátott benne egy nagy tövis. Megtaláltam a bűnöst. Egy határozott mozdulattal kirántja a szúrót. Az ugrifüles sziszen egy nagyot, majd megkönnyebbülten sóhajt fel. Köszönöm! Nagyon hálás vagyok neked. Mit kérsz a segítséged és segítséged? Semmit. Jó szándékkal tettem. Nem hagyhattam, hogy tovább szenvedj. Te egy nagyon kedves kisfiú vagy, megmondjuk anyukának is. De most már siessetek haza a családotokhoz, mert biztosan nagyon aggódnak miattatok. Még egyszer köszönöm, talán egyszer meghálálom a jóságot. Elköszöntek egymásról. Pisti tovább folytatta az útját a balkonáig. Rövid idő múlva újra hal sírásra lesz figyelme. Elkezd hallgatózni, a beszélgetés miatt a részvallomás a azért sírok, mert belakadtam egy lehajolt fákba, és eltört az egyik agancsom. Mondja parancsolj, hangul a szarvas. Hogy nézek így ki? Az egész erdő rajtam fog nevetni. Addig mi nagyon sokan fog kinőni. Addig világ csöndje leszek. Nagyon sokan fog kinőni. Elkezdte törni a fejét. Dugi, segítek hozzáigazítani a másikat. Nézzük meg, hogy jó lesz. Pisti segít a bólúját állatok. Na hát, olyan, mint újkorában. Meg sem látszik, hogy megsérül. Biztos vagy benne? Kérdezi bizonytalanul a szarvas. Egészen biztos. Hihetsz nekem, mert én értem az állatokon. Gyere ide a patakhoz, és nézd meg a víz tükrében. Na, mit szólsz? Tényleg jó. Köszönöm, köszönöm. És a szarvas táncra perzsül törömében. Havasvény, tetején, napikrém, egy rész arról a segény, a szűnke patás, csak ő
egy fehér szakálú vak öregember, aki botjával egyre tapogatott a szerelét. Segíthetek? Úgy látom, valamit kerestem. Köszönöm kérdésére. Igen, elvesztettem a szemüvegemet, és anélkül semmit sem látok. Így kell lenni a valóban. Segítek megkeresni. Lássuk csak. Nincs. Itt sincs. Megvan, tessék, itt a szemüveget. Nagyon köszönöm, nélküled nem találtam volna. Köszönöm, hogy megnéztétek! Örömmel drága kicsókám! Amíg meg nem tettem a sapkát, a kutyába levelet a szíveszem.
szeretem. De előtte a gyerekek kitisztítottak csizmáinak, és kirakták a tabletet. Pisti értetetlen együtt az ágyába. A tél akkor neki is az ajándékot. Vajon tényleg vele találkozunk a parkban? Minden nagyon szép lenne, de teljesége hihetetlen nekünk. Aztán hamar elnyomta az álom. Most kell a